Az öreg ember ott ült a barlang szájában a pihenőpatkán, és csontos kezét oda tartotta a roskadó tűzsarátnak a felé. Odébb az aprító tönkön ott ült a gyerek. 14 éves, ha lehetett, de ember módjára ült ott, ázott ködvenében, szakadozott harisnyában, ócska katona bakancsal a lábán, s mellette a balta. Szeme kerekre nyílva, szomjasan csüngött a vén ember minden szaván. Odaként szünet nélkül esett, esett a hideg, szürke, apró szemű november végi eső. A jó, ha útjára engeded, mindig legyőzi a rosszat, mondta mély dörmögő hangon az öreg, mint ahogy a fény legyőzi a sötétséget. Mondom, ha útjára engeded, mint ahogy a tiszta tükör útjára engedi a napfényt, oda tükrözi, ahova irányítod, a tiszta tükör. Vakult tükörben elvész a napfény, gyerek. Igyekezz hát, hogy tiszta tükör lehess, ami ennek Isten megteremtett, és akkor tied lesz az ő jóságos ereje, tied lesz mindig tovább sugárzásra. Nehéz ezt fölfogni, tudom, tette hozzá kis szünet után, pedig ebben rejlik a titok. Hangja tova veszett a nyírkos csöndben, csak az eső percegett a sziklán, s a fellegek úgy tapadtak a radnai hegyekre, mint ember lelkére a gyász. Micsoda titok, szakadt fel a gyermekből a kíváncsiság. Az öreg ránézett, bozontos fehér szakállától látni se lehetett az arcát, de a szeme úgy izzott elő, a nagy karimájú fekete kalap alól, mint lába előtt a parázs. Micsoda titok? Hát a teremtés titka, Isten s ember titka, gyerek. Meg vagyon írva a szent könyvben is, minden pap olvassa is mégse érti, pedig ott van a szem előtt. Teremti Isten az ember tulajdonképére, és adott néki uralmat mindenek fölött. Uralmat, érted? Mordult a gyerekre szinte haragosan. Uralmat, és nem szolgaságot. Erről szólt Krisztus Urunk is, amikor azt mondta volt, hogy ha csak annyi hitetek lenne, mint a mustármag, azt mondhatnátok ennek a hegynek, eridj odébb, és bizony mondom, odébb mozdulna nyomban. Márpedig a mustármag a minden egyéb magvak között is a legkisebb, érted? De még ennyi hit sincs senkiben manapság, ez a baj. A gyerek csillogó szemei rávilágítottak. De magában van, ugye, öreg apó? Az öreg ránézett, s nézte hosszan. Benned is van, gyerek felelte csendesen. Érzem és tudom, hogy ott van te benned is az erő, amit Isten adott azoknak, akik ismerik a jó titkát. Emlékszel, mit tanítottam neked a minap azzal a kis üveggel, amit ott leltünk az ösvény szélén? A nap ránézett a kicsi üvegre, és a kicsi üveg alávetette a fényt a szakadék aljára, ahova a napsugara másként el sem jutna soha. Emlékszel? Na hát, mondtam volt azt is, hogy ezt soha el ne feledd, hogy olyanok vagyunk mi is, mint a kicsike törött üveg. Isten fényét kell beletükrözzük az emberi világ sötétségébe, és ha ezt megtesszük, eleget tettünk a parancsnak, ami világra hozott, és a parancsadó Úristen megvédelmez minden veszedelemtől. De ha nem tesszük meg, amit az Úr parancsolt, akkor semmire való szemét vagyunk mi is, akár csak az a törött üveg az út szélén, amit sárba tapos a jószág. Csönd volt néhány percig, csak a vékony eső percegett odakint. Sötét volt mögöttük a barlang. Az öreg ember ágat vetett a parázsra, és a tűz ott a barlang szájában föllángolt újra. Bizony erre teremtette az Isten az ember, s nem egyébre, szólalt meg újra, hogy Isten képében járva eleget tegyen a parancsnak, és végezze a jót ezen a földön.
Csak hogy az ember elméje elborult, akár a rozsdás balta éle, és a lelke is megvakult, mint az ócska tükör, amely nem tud fényt tükrözni többé. Vergődik vakságában, egymást pusztítja. Ijedelmében kitalálta a gonoszságot, és egymásra szabadította saját kitalálását. Mert Isten nem teremtett rosszat, s amit Isten nem teremtett, az nincs, érted? Nincs. Emberi elképzelés mindössze, mind a köd, ami nincs, és mégis elrejti szemed előre az erdőt. De amíg az ember maga meg nem tagadja a rosszat, amit kitalált, addig hiába várja, hogy elmenjen, mert nem mehet el, ami nincs. Igaz? De mindez sok tenéket, gyerek, így egyszerre. Majd rendre, apránként megtanulsz mindent. Most elég, ha észben tartod, amit az üvegről mondtam. Tükrözd az Istent, és ne félj semmitől. A gyerek szeppenve húzta be a nyakát a vállai közé. Aztán a beálló csöndben beszélni kezdett. Lassan, akadozva, mint aki lábujjhegyen járva keresi a szót. Ha ránézek az őzre, és akarom, hogy megálljon, az megáll. A hal is kijön hozzám a patak szélibe. A mogyorós csuk a vállamra száll. De amikor a muszka katonák jöttek, elszaladtam. Kívántam, hogy forduljanak vissza, s menjenek haza a maguk országába. Kívántam erősen, ahogy maga tanított kívánni, öreg apu. Mondtam magamban, Isten jó, Isten hatalom, Isten élet, menjetek el, katonák, menjetek! De nem mentek. Rátörtek édesanyámra. Édesapámba tízszer is belelőttek, kicsi húgomról is letépték a ruhát, én meg elszaladtam, futottam. A háta megkörbült, feje aláhanyatlott, és felszakadt belőle a sírás. Az öreg ember karja kinyúlt, és a keze ránehezedett a gyerek vállára. Nocsak, nocsak, gyerek! Percekbe hullott odakint a hideg apró szemlyeső. Szürke volt a világ, keserű füst szagot lehelt a csönd. Egy idő múlva az öreg ember lábra kelt, oda cammagott a barlang falánál fölhalmazott hasított fához, és néhány hasábot rávetett a parázsa. A láng sárga nyelve pattogva kapott bele a bükkfába. A gyerek fölnézett. Kétségbeesésült a szemében. Miért szaladtam el, öreg apu, miért? Vasvilát se ragadtam, baltát se, csak szaladtam. Megijedtél, felelte lassú szóval a vén ember. Se vasvila, se balta nem segített volna ezen. Elhomályosult a tükröd, s nem vetítette a fényt. A félelem nem Istentől való. Aki legyőzi, az legyőzte magát a gonoszat. A félelem az ember legnagyobb ellensége. A gyerek hallgatott és bámulta az éledő tüzet. Az öreg lábra kelt megint, kilépett a barlang szájába, körülnézett, motyogott is valamit, majd kinyújtotta kezét a völgy felé. Odalent félelem uralkodik, gyerek, félelem és sötétség. Sóhajtott. Nem válthatjuk meg a világot, mert minden ember önmagában hordozza a maga megváltását, és senki más nem végezheti el helyette. De azért megtehetjük mi is a magunkét.